Sziasztok, szép jó estét! Meg van nektek az a karakter a suliból, aki mindig próbál vicces lenni, de amúgy marhára nem az? Nem nincs meg? Akkor bemutatkoznék, Szűcs Dávid vagyok. Igen, mert amúgy odahaza Kussa Bece nevem, szóval valahol muszáj beszélnem, azért vagyok most is itt. És amúgy soha nem fogom elfelejteni, volt a biosztanárom, rajzolta fel a szex mi voltját krétával. Nagyon lelkesen, mert már valószínűleg régen látott. De én azért megkérdeztem, nem bírtam magammal, hogy tanárnő, ebből mikor lesz gyakorlat? És hátrafordult, és annyit mondott, hogy Dávid fiam, ami neked van, azzal nehezen lesz bármi is. Ennyire azért nem kell örülni neki, de mindegy. 24 éves átok lett, és elsőre is, mikor használni sikerült, akkor egy istálóba keltem fél részegen megegésre. De amúgy nagy arc volt ez a tanárnő mindig, tehát volt a havarom Petike, ővel is csak azért barátkoztam, mert mellette még én is okosnak tűntem, és mondta neki, hogy Petike, utolsó lehetőség, vagy megbuktatlak, mi borítja a csirkét? Meg rávágta, zacskó. Talán ő csak így megfogta a vállát, Peti, neked nem fogom elmagyarázni a milka tehenet, mert meg fog zavarodni. Faluban van még egy Tibor nevezetű, hát jószágnak nevezném. Ő a falunak a cefregödre. A ifás cégnél dolgozik, tehát az a vedel vagy a vezetből a vedel részét azt bevállalta, mert ő ilyen önfeláldozó. És hát legutóbb láttam, hogy az ifa tollat befele próbált segíteni. Ott állt az ifának a holterébe. Tehát ez egy nagyon hasznos hely, és hát úgy nagy stabilan áll, mint az üzemanyag árak, és mutatja, hogy gyere, jaj, hoppá, földrengés az alföldön, gyere. És neki megy az ifa ugye a kapufélfának, ő kigurul oldalra, mert azt nem nevezném mozgásnak, konstatálja a problémát, azt mondtam, hogy gyere. Nem azt, hogy menjél neki, csezd meg. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet!